20 éves a vakok és gyengén látok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Nemes Nagy Tünde elnök a Fehér Bot napi ünnepségen köszöntőjében elmondta, egy olyan dinamikusan fejlődő civil szervezetről van szó, amelynek munkatársai mindent megtesznek a társadalmi szemlélet formálás érdekében. A Fehér Bot napja tulajdonképpen azt hallom mindig, hogy ez a látássérülteknek az ünnepe, nem. Ez tulajdonképpen a Fehér Botnak az ünnepe, annak a szimbólumnak, ami a látássérülteket, a vakokat, az aliglátókat, vagy akár a gyengéllátókat, vagy a halmozottan sérülteket jellemzi. A Fehér Botnak óriási szerepe van a mai modern társadalomban, hiszen ez egy megkülönböztető jelzés, egyfajta stigmája is a látássérülteknek, jó értelembe véve, hiszen ha egy látássérült ember Fehér Bottal közlekedik, akkor az egyfajta jelzés a társadalom felé, hogy neki szüksége van segítségre. De csak akkor tudunk neki segíteni, vagy jól segíteni, ha figyelembe vesszük azokat a normákat, azokat a szemléletformálásokat, azokat a társadalmi tudatosság fejlesztő előadásokat, amiket mi látássérült emberek tartunk a társadalom egészséges tagjai felé. Fontos tudni, hogy a Fehér Bot mellett a látássérült emberek egy nemzetközi jelvényviselésével is tudnak jelezni. Az idei ünnepi eseményt is a Vármegyeháza dísztermében tartották. Ez része egy tartós együttműködésnek, ugyanis a folyamatos társadalmi érzékenyítés terén a Vármegyei Önkormányzat évek óta komoly segítséget nyújt a már 2 évtizede működő civil szervezet számára. Nyugodtan mondhatjuk, a stratégiai partnernek tekintjük, hiszen rengeteg olyan közös rendezvényünk van, amelyen úgy gondolom, hogy azt a társadalmi érzékenyítést, amelyet mi nagyon sok területen kitűztünk célul, azt tudjuk ők is, tudják ők is továbbítani, és tudják ők is segíteni, és ezáltal ők is a mi munkánkat megkönnyítik, és hát bízunk benne, hogy mi is azért azt a társadalmi elfogadást, amely úgy gondolom, hogy nagyon fontos ebben a mai közéletben, azt tudjuk erősíteni, és valóban akár a pályázatokban, akár a különböző program mind-mind igyekszünk együttműködni, és kihasználni azt a segítséget, amelyet a Vakok és Gyengéllátók Egyesülete is küld nekünk. Nyíregyháza megyei jogú város képviseletében Nagy Szabina önkormányzati képviselő 6 olyan távirányítót adott át a szervezet számára, amelyek a megyeszékhelyen 7 közlekedési csomópontban segítik a látássérült emberek áthaladását a jelzőlámpák aktiválásával. Az idén 20 éves egyesület 2010 óta országos szolgáltató civil szervezetként működik. Szerteágazó tevékenységét önkéntesek segítik. Én a Vakok és Gyengéllátók Egyesületéhez tulajdonképpen egy véletlen folytán jutottam el, hiszen az egyik egyesületi tag Dankó Pál, az én zenész kollégám volt az egyik együttesben, és így véletlen által én oda bekerültem. És ezt követően ott engem megtaláltak a feladatok, és miután a hangulat nagyon támogató, nagyon, nagyon kedvező, én mindenre nyitott is voltam természetesen, mind ezekre a szemléletformáló módszerekre, ezeknek a megismerésére és a közreműködésekre a különböző rendezvényekben, nemzetközi kapcsolatépítésben. A társadalmi felelősségvállalás jegyében végzett önkéntes munka elismerésére a Vármegyeházán megtartott ünnepségen átadták az egyesület elnöksége által alapított önkéntességért díjat, amelyet ebben az évben dr. Bihari Albertné, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke vehetett át. Továbbá elismerő oklevéllel mondtak köszönetet azoknak az intézményeknek, vállalkozásoknak, amelyek támogató hozzáállásukkal évek óta segítik az egyesület működését.